Jágonakon ünnepélyes keretek között adták át a teljes körűen felújított polgármesteri hivatalt. Ezt tavaly év végén Magyar Falu program keretéből nyertük ezt a támogatásra, közel 30 millió forint összegben. Így teljesen megújulhatott a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő, ugye ez az épület, ez két funkciós épület. Nagyon sokáig kerestük a lehetőségeket és a forrásokat rá, hogy ezt az épületet fel tudjuk újítani, mert hol arra volt kiírás. A tavaly év végén kaptuk a jó hét, hogy megkaptuk a községháza felújítására a támogatást. Teljesen csak a külső falak maradtak meg, belül teljes felújításon esett át az épület, új tetőszerkezet, leszigetelve, külső szigetelés, akadálymentesítés, akadálymentesített mosdó készült, új női-férfi mosdók készültek, az orvosi rendelő újult meg is a polgármesteri hivatal. A polgármesteri hivatal fűtéséről a korszerűsítés előtt kályhákkal gondoskodtak, de az sok gondot okozott. Általában, hogyha cserépkálya nincs használva, akkor egy idő után ugye az első fűtésnél ugye mindig befüstöltünk, és hát sok idő kellett a szellőztetésre, mindenre. A fa beszerzés azt ugye mindig a környékből gyűjtöttük össze közmunka program keretébe. Ugye vannak ilyen régi elhagyott utaink, meg árkaink, ahonnan szoktuk kinyerni a fát, ugye végül is fűtési költségünk az csak az önköltségi volt, a kitermelési költség. Most jelenleg klímákkal, három darab klímát helyeztünk be az épületbe. Egyet a váróterembe, egyet az orvosi rendelőbe és egyet a hivatalba, ezek hűtő-fűtő klímák. És hát próbáltuk már, ugye megvoltak a tesztkörök, és nagyon-nagyon jó időt csinált bent ezek a műszerek. A felújítás alkalmával a belső teret is teljesen átalakították a jobb kihasználhatóság érdekében. Ez a helyiség, ami most jelenleg a közös váróterem, az orvosi rendelő és a hivatali, ez volt régen a nagy tárgyaló irodánk. Itt szoktuk a testületüléseket tartani, falugyűléseket, és volt egy kisebb irodánk, amit télen fűtöttünk, amikor ügyfélfogadás volt, meg külön fűtöttünk még az orvosnál. Most közös váróterem van, és akkor külön lehet a hivatalba és az orvosi rendelőt igénybe venni. Pályázni mindig van mire, ugye közel múltba, ugye Viszmajor helyzetünk is volt, az is idén készült el, az is egy 7 millió forintos beruházás volt. Lent a Petőfi utcában folyamatos problémát okoz a csapadékvíz, a nagyobb csapadékvíz. Ott a tavalyi évben elmosta az Rínyi utcára menő hidunkat, az most is teljesen fel lett újítva, ugyanúgy vissza lett kövezve. Tavaly év végén a játszótérre pályáztunk, azt is megnyertük, az is elkészült, az itt van a nagy téren. Volt egy gépes pályázat Magyar Falu programban, ott a régi MTZ traktorunkat cseréltük le, ami kint áll arra a szép kis kék traktorra, eszközökre, fűnyíró traktorra, ilyesmire. Meg hát ugye szeretnénk a közeljövőben művelődési házat felújítani. Tervek még bőven vannak, amik megvalósításra várnak. A felújított önkormányzati épület a nyárzáró ünnepség alkalmával mindenki előtt nyitva állt, megtekinthették azt, aki eddig még nem látta. Hagyományőrző, mert már körülbelül 4-5 éve minden nyár végén tartunk egy nyárzáró ünnepséget. Most ugye egy kicsit kiemelkedő volt ennek az épületnek az átadása véget, és ezért is most hívtunk egy énekesnőt, Korda Beáta fog fellépni 7 órakor, és 8 órakor pedig hagyomány szerint egy utcabálra fog folytatódni. Az ünnepség résztvevőit hurka kolbász vacsorával látta vendégül az önkormányzat, amit egy jó hangulatú mulatozás követett.